Sziasztok! A héten mutatják be a Spotlight egy nyomozás részletei című drámát, mely bizony az Oscar gálán is az esélyesek táborába tartozik, 6 jelölése mellett az egyik befutó is lehet akár a legjobb film kategóriában is. Na de nézzük, hogy vajon miért is. A film, mint sok egyéb jelölt alkotás igaz történeten alapul, egy bostoni újság oknyomozó stábja meglehetősen kényes témát boncolgató feladatot kap, cikket kell írjanak egy eltusolt gyermekmolesztálási ügyről, melyben egy helyi pap érintett. A brigád, mely tagjai Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton el is kezdi az ügyet felgöngyölíteni, és minél jobban belássák magukat, annál inkább arra döbbennek rá, hogy itt bizony sokkal-sokkal több lappang a mélyben, mint hitték. A szálak sokkal összetettebbek és szertágazóbbak, és bizony sokkal sokkolóbbak, mint gondolták. Ezek pedig nem csak az ő életüket, de egész Bostont, sőt az egész világot megrázták. Nos, eleve a téma nagyon érdekes és fontos, az Oscar jelölés ilyen szempontból abszolút érthető. Főként ez az, ami a filmben kifejezetten figyelemre méltó, persze bőven nem csak ez. A rendezői székben az a Tom McCarthy ül, akit színészként és forgatókönyvíróként is ismerhetünk már, ugye játszott a Drót című zseniális sorozatban, de ő írta például a Pixarnak a Fel című animációs meséjét. Rendezőként is feltűnt már, ő dirigálta a tavalyi Adam Sandler-es Cipő bűvölőt. Nos, talán nem árulok zsákba macskát, ha azt mondom, hogy a Spotlight egy sokkal érettebb és fontosabb és jobb film, mint az előbb említett hallgatás. A nagyszerű témához ugyanis nagyon ügyesen nyúlt hozzá, sőt, mivel a film forgatókönyvét is ő jegyzi, azt kell, hogy mondjam, hogy Tom McCarthy tényleg nagyon sok múlott, hogy ilyen jó legyen ez a film. Ugyebár alapvetően a Spotlight egy oknyomozói munkát végző csapatot mutat be, nem a nagy és látványos akciók dominálnak, hanem az apró, hiteles és realisztikus lépései egy ilyen cikksorozat elkészültének. Mindemellett pedig megkapjuk az ügyön dolgozó újságíró karakterének bemutatását, hozzáállását a téma iránt. A felkavaró téma végig hűen, valószerűen van bemutatva, ehhez a forgatókönyv és a rendezés nagyon jó asszisztál, sokszor már-már ilyen dokumentumfilm stílusa van az egésznek. McCarthynak nem az volt a célja, hogy hatásvadász módon ítéletet mondjon az ügyfelet, hanem az, hogy bemutassa a tényeket, pontról pontra, hogy mi is történt, mi maga az ügy, és ehhez tényleg jól áll ez a dokumentumszerű stílus. Az ítéletet pedig a nézőkre bízza, alapvetően az értelmes és érző emberek úgyis úgy látják majd a dolgokat, ahogy azt kell, legalábbis remélem. Tényleg a film nem hoz ítéletet, azt úgyis mi megtesszük, magunk nézők. A színészekről is pár szót röviden, nagyon finoman és hitelesen játszik szinte mindenki, úgy kiugró teljesítményt így nem is tudnék nagyon kiemelni. Talán Mark Ruffalo az, aki úgy kifejezetten látványosan brillírozik a szerepben, legalábbis a többiekhez képest. Az ő érzékeny játékánát érezhetjük meg igazán mi is leginkább az egész borzalmat, hogy mi az, ami az ügy mögött meghúzódik. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek ne lennének jók, sőt, kifejezetten nagyon jó mindenki. Csak szerintem ez az a film, ahol inkább a gárda együttesen alkot nagyot, mint team. Nem annyira az egyéni teljesítményeken van a hangsúly. Ettől függetlenül fontos szerepe van a filmben a karakterdrámáknak, és ezek külön-külön is nagyon ügyesen ki vannak bontva. Szóval a Spotlight alapvetően nem egy újító mű, viszont amit kell, azt nagyon hitelesen és nagyon ügyesen visszaadja. Egy visszafogott, lassan csordogáló alkotás mindenféle drámai túlcsordultság nélkül, egy hiteles leírata a gyermekeket molesztáló papokról és az egyház szerepéről az ügyben, nem jut oda a vallásnak és az egyház rendszernek, nem pofozza agyon ezt a dolgot, csupán egy fontos és igen borzasztó problémára hívja fel a figyelmünket, melyben ugye ők is érintettek, nem is kicsit, és amelyről lehet a film után is gondolkozni bőven. A műfaj iránt érdeklődőknek, akik szeretik az ilyen reálisabb, tényfeltáró, oknyomozó filmeket, én mindenféleképp tudom ajánlani a Spotlightot, mert egy elgondolkodtató alkotás, és szerintem tényleg méltán van versenyben az Oscar gálán a legfőbb kategóriában is. Én a magam részéről 9 évet adnék a 10-ből minden molesztáló papnak, a filmet pedig ajánlani tudom csak is főként azoknak, akik tényleg szeretnének kicsit betekintést nyerni ebbe az ügybe. Nem állítom, hogy szórakozni fognak rajta, akik megnézik, annál azért ugye felkavaróbb az egész, de egy érdekes és egészen hiteles látleletét kaphatják az esetnek. Én jó oknyomozást kívánok mindenkinek, sziasztok! There's too much confusion.